A Magyar Kézilabda Szövetség 2 évvel ezelőtt indított el azt az előadás sorozatot, ami az utánpótlás nevelő klubok számára igyekszik tájékoztatást adni szakmai, szervezeti és versenyeztetési kérdésekben. Az idei 10 helyszín egyike Nyíregyháza, ahol a szövetség szakmai igazgatói és az előadók között volt. Zsiga Gyula szerint fontos, hogy az utánpótlásban tevékenykedő szakemberek megtalálják az egyensúlyt a képzés és a versenyeztetés között. Minden edző, én is edzőként ugye tevékenykedtem, életem nagy részét, gyerni akar, ez természetes, ezen nincs semmi baj, de a hétközi munkálatokban nagyon fontos az, hogy az a korosztályra jellemző képességfejlesztés vagy technikai képzés, az meglegyen. Tehát ne serdülő bajnokokat képezzünk, hanem felnőtt játékosokat neveljünk ki, és ez legyen a végső cél. Természetesen, hogyha ez győzelmek sokaságával jár utánpótlás szinten, azzal nincs baj, de ismétlem, ha kimarad a képzés, ha kimarad a nevelés, akkor nagy valószínűség szerint ez egy borzasztó rövid életű, és mi azt szeretnénk, hogy nagyon jó felnőtt játékosaink legyenek, akik nem feltétlen csak válogatott szintűek, és nem feltétlen első osztályok, hanem gyakorlatilag minden osztályban, de felnőtt játékosként közreműködjenek ebben a sportágban. Az elmúlt évtizedekben sok fiatal tehetség került el a megyéből, később sikeres karriert befutva. Szép számmal vannak azonban olyanok is, akik felnőtt játékosként visszatértek. Ez egy természetes folyamat itt Keleten, sokszor a kollégákkal ezt fájó szívvel, de megállapítjuk, viszont nagyon sok vissza is jön hozzánk. Van ebben jó is, hisz nem szabad a gyereket megállítani, ne próbálja ki magát jobb millióbe, jobb feltételrendszerbe, adott esetben a dunántúli nagy klubokban, viszont sokkal jobb állapotba kerül vissza. Ez is egy árupolitika lehet, viszont az lenne az igazi, hogyha esetleg edzésközpontok és olyan egyesületek lennének itt a keleti régióban is, amelyek csábítóan hatnának a gyerekek szakmai fejlődésére. Rácz Sándor elmondta, hogy a szövetség rendszeresen szervez felméréseket az utánpótláskorú játékosok számára, hogy több lépcsőben kiválassza azokat a fiatalokat, akik a korosztályos válogatottak keretét alkothatják.